Október 13-án ismerhették meg az érdeklődők a Bihari Múzeum 27. évkönyvét. Az ezúttal 6 tanulmányt tartalmazó kötetet Kis Tamás tanár, Szőkeri Hád Rajmond történész segédmuzeológus, valamint Csarkó Imre történész mutatta be a jelenlévőknek. Az új évkönyvvel több tudomány ág szereplője is kap helyet tanulmány formájában, amelynek történeti mű, néprajzi, illetve irodalmi is, valamint természetesen nem maradhatott ki belőle a múzeumvezető által írt éves összefoglaló sem. A szerzők egy része az a Bihari Múzeum munkatársa, másik része pedig olyan személyek, akik valamilyen módon már évek óta hagyományos jelleggel kapcsolatban a múzeummal. Neked személy szerint hogyan tetszik ez az új évkönyv? Én letelfogult vagyok, de természetesen minden Bihari Múzeum évkönyve, nekem nagyon tetszik ez is, nyilván különösen itt a történeti vonal, ami nagyon tetszett nekem, ugyanis az 1922-es, tehát egy 100 évvel ezelőtti gyakorlatilag országgyűlési választásokat mutat be, és hát érdekes volt úgy olvasni ezt a művet olyan személyként, aki benne van a napi politikába, egy 100 évvel ezelőtti választást, és gyakorlatilag azt kell mondani, ebből tanulva, hogy nem sok minden változott 100 év alatt. Csarkó Imre úgy véli, egy jó múzeum életében alapvető jelentőségű, hogy időről időre évkönyvet adjon ki. A történész ennek kapcsán arról is beszélt, miért fontos ezeknek a köteteknek a megjelenése. Gyakorlatilag Bihar képéről, tehát szűkebb és tágabb hazánknak a történetéről, néprajzáról, irodalmáról egy valós képet kaphatunk. A Bihari Múzeum 27. évkönyvének megjelentetésével az intézmény munkatársainak célja továbbra is ugyanaz, mint a kezdetek kezdetén. Bemutatni a közgyűjteményben zajló gyűjtő és feldolgozó munkát, illetve naprakész információkat szolgáltatni a régió tudományos eredményeiről.